Vasárnap gyújtottuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdődött az ünnepi készülődés. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk, vagy készítünk esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj. Sok esetben már csak a tűzoltók segíthetnek. Az adventi időszakban megkétszereződik a lakásban keletkező tűzesetek száma. Naponta akár 30 lakástűzhöz is riaszthatják a tűzoltókat, ez országos adat, ami amúgy azt jelenti, hogy átlagosan akár 45 percenként is kigyulladhat egy lakás. A lángok legtöbbször 1-2 négyzetméteren pusztítanak, ugye adódik az, hogy gyertyától, mécsestől ered a tűz, ezért kell különösen figyelni arra, hogy hova és hogyan helyezzük el például az adventi koszorúinkat, hiszen a kiszáradt adventi koszorú nagyon könnyen lángra kap, így tehát a gyertya alá mindig kell tenni valamilyen nem éghető alátétet, ugye a legtöbb üzletben fém alátétet lehet vásárolni, és azt is érdemes tanácsként megfogadni, hogy a koszorút ne a terítőre rakjuk közvetlenül, hanem egy tűzálló tálcára helyezzük azt, vagy éppen egy kerámia tányérra, és soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő gyertyát. Bár általános tanácsnak tűnik, mégis ezzel a kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetőek a tragédiák. Tavaly hazánkban 49 lakástűz keletkezett adventi koszorúk miatt, idén november 24-én Gádoroson már vált lakhatatlanná egy 80 négyzetméteres családi ház egy korán meggyújtott koszorú miatt. Ráadásul a lakásban lévő egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint 50 évvel ezelőtt, és több mérgező füst is keletkezik. De nem csak az óvatlanul elhelyezett gyertyák lehetnek a tűz forrásai. Fontos, hogy csak megbízható helyről vásároljunk fényfüzéreket. A rossz minőségű fényfüzér nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Ha esetleg a korábbi években megvásárolt fényfüzért vesszük elő, használat előtt mindig érdemes ellenőrizni annak sértetlenségét. Ha például a vezeték vagy a hosszabbító megtört, vagy eldeformálódott, esetleg megolvadt, akkor nem szabad használni a fényfüzért tovább, és ami fontos, hogyha még épp is a fényfüzér, amit mondjuk tavaly előttről előszedünk, vagy éppen most idén újonnan megvásároltunk, éjszakára semmiképpen ne hagyjuk bekapcsolva, azt javasolják a szakmabeliek, a kollégák, hogy mindenképpen húzzuk ki a konnektorból, akkor is, hogyha elmegyünk otthonról. A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt, akár karácsonyi ajándékként. Ez mindössze pár ezer forint, de életeket menthet. A szakemberek igyekeznek segíteni a lakosságot azzal is, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő szénmonoxidérzékelőkről készített kimutatásokat. A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a nem megbízható működésük miatt a hatóság megtiltja. 2020-ban eddig összesen 5950 lakástűz volt, amelyben 102.400 négyzetméter épített terület semmisült meg, 482 ember szenvedett füstmérgezést, és 87-en haltak meg a tűz miatt. Ezek az országos adatok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben, november 27-éig 364 lakástűz volt, 28-an szenvedtek füstmérgezést, és 6-an haltak meg tűz miatt.